A harmadik adventi gyertya meggyújtásának az ideje is eljött. Kőbányán az elmúlt hetekhez hasonlóan most hétvégén is megrendezésre került a Nagycsaládosok Egyesülete által az adventi ünnepség. Most az eddigiekkel ellentétben az időjárási viszonyok miatt a polgármesteri hivatal átriumában gyűlt össze a társaság. A harmad általános iskola gyermekkórusa varázslatos ünnepi dalokkal készült. Nálunk az iskolában ez a felsős kórus volt, 5-től 8-ig, akik járnak A osztályba, tehát a melténeket tanulnak, ők járnak kóruspróbára is heti kétszer, és belőlük áll össze ez a nagyobb létszámú kórus. Mi a karácsonyi hangversenyünk most volt csütörtökön, vagyis adventi hangversenyünk, és abból szemezgettünk a mai alkalomra. Ezt mi azért már októberben el szoktuk kezdeni előkészíteni a műveket, és hát ilyen két hónap, mire összeáll egy ilyen 15 perces műsor. Nyilván az adventre hangolódva választottunk, és ezek közül mindegyik karácsonyi hangulatú, vagy karácsonyhoz kötődő, ugye a Pánis Angelicus az pedig picit vallásosabb témájú is, és ez alapján válogattunk, és hát igyekszem mindig olyat is, ami, mint az utolsó karácsonyi álom, egy kicsit populárisabb műfaj, ami mindenkihez még közelebb állhat. A harmad általános iskola kórusa igyekszik minden évben egy adventi hangversennyel kedveskedni a hozzátartozóknak, és meghitt dallamokkal közelebb hozni mindenkihez az ünnepi hangulatot. Úgy néz ki, hogy az iskolánkban lévő kórusok fellépnek, olyan gyerekek is, akik esetleg hangszert tanulnak. Idén csak kórusok voltak, volt egy első-második osztályosokból álló apró kara, a harmadik-negyedikesek kórusa, a kicsinyek kórusa, és ugye vannak a nagyok a harmad gyermekkar, de ezen kívül volt még egy kórus, akikkel november közepén mi az országos Kodály Zoltán kórus versenyen részt vettünk, és ott a kategóriában, amelyben indultunk, ott aranyminősítést nyertünk, és kategória győztesek lettünk a B1 gyermekkari kategóriában, úgyhogy ők a negyedik kórus, szóval végülis amit mi csinálunk évközben, azt bemutatjuk ilyenkor a szülőknek, hogy mit dolgozunk, és hogy mennyire szeretünk énekelni. A mostani gyertyagyújtásra is ilyen gondolatokkal jöttek. Mi azzal jöttünk, hogy nagyon örülünk, hogy újra énekelhetünk, mert ugye azért két-három év kimaradt, és mi próbáltunk azért szinten tartani az éneklést, de volt, amikor ugye egyáltalán nem lehetett énekelni sem, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy újra összeállhatunk, és újra ennyien énekelhetünk, mert ezt a csodát, amit mondjuk egy 80 fős vagy egy 50 fős kórus tud együtt csinálni, az nagyon ritka. Máshol nem nagyon tudjuk megélni, és hatalmas élmény a gyerekeknek, hatalmas élmény a szülőknek is, hogy ezt a csodát együtt élhetik meg. Úgyhogy mi úgy éltük ezt meg, hogy jó, hogy énekelhetünk együtt, és ezzel megajándékozzuk azokat, akik minket hallgatnak. A bámulatos dallamok után Cseh Zoltán, a Szent György templom plébánusa köszöntötte a résztvevőket, és mondta el az adventhoz kapcsolódó gondolatait. Az öröm gondolata jutott eszembe, hiszen a rózsaszín gyertyát fogjuk meggyújtani most a koszorún, ami az örömöt jelképezi. Keresztény örömnek pedig az alapja, hogy hamarosan elmondhatjuk karácsonykor, hogy velünk az Isten, hogy belép a történelembe az Isten fia, osztozik a mi ember sorsunkba, kinyilatkoztatja mennyiatya szeretetét. Ez az örömünknek az alapja, és ez a gyertya fog most felgyulladni ma este. Az alapja annak, hogy a hagyomány az megtart minket, a identitást ad. Megmutatja, hogy kihez tartozunk, honnan származunk, Isten gyermeke vagyunk, magyarok vagyunk, van egy nemzetünk, Isten belehelyezte be az országba, nemzetbe. Az Istenhez tartozunk, az egyházhoz, tehát az identitásunkat fontos mindig kihangsúlyozni évről évre a hagyományainkkal, szokásainkkal. A katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe a karácsony, így ennek az ünnepnek a várakozása, az advent is fontos szerepet tölt be a felekezet életében. Az atya az öröm kapcsán köszöntőjében erre is kitért. Nagyon sok mindennek tudunk örülni.
De az élet azért nem ilyen egyszerű. Egyik nap lehet, hogy örülök, a másik nap történik velem valami, ami szomorúsággal tölt el. Nem sikerül a vizsga. Elveszítem az állásomat. Ez azt jelenti, hogy ez az öröm, amit mi sokszor megélünk, ez az érzelmek szintjén van. A mai vasárnap egy mélyebb örvendezésre hív meg. Az örvendezés oka egy személy. Én Isten gyermeke vagyok. Istenhez tartozom. Ez azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És Isten részéről a szeretete soha nem szűnik meg. És ezt a szeretetét azzal mutatja meg irántunk, hogy ő maga is emberré lesz. Izaiás próféta így beszél, maga a teremtőd lesz, hitvesed. A seregek ura az ő neve. Izrael szentje lesz a megváltód, aki Istenének nevez az egész föld. Az ünnepség után Cseh Zoltán atya kiment a Betlehemhez, és meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát is. Ezzel is jelezve, hogy az advent fél idején már túl vagyunk, és egyre közeleg a már annyira várt karácsony.